Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. E-recept fennakadásokkal működik csak a rendszer. Alkoholizmus 130 milliárd eurót költ alkoholra Európa évente. Fenyőgyűjtő járat, januárban két időpontban szedik össze a feleslegessé vált karácsonyfákat. Befagyó vízórák, sokat veszíthet, aki nem elővigyázatos. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Fennakadásokat hozott az új év azoknál, akik beteg hozzátartozójuk receptjét akarják kiváltani a patikákban. A problémát az okozza, hogy a 2017 novembere óta működő elektronikus receptrendszer szabályai szerint a gyógyszert egyszerű papíralapú receptre kizárólag a betegeknek adhatják ki a patikusok. Ahhoz, hogy más is kiválthassa a készítményeket, szükség van egy szintén nyomtatott másik dokumentumra is. Ezt viszont a házi orvosok egy része nem adja magától a betegnek a recept mellé. A gyógyszerészkamara Tolna megyei elnöke szerint a legjobb megoldás az lenne, ha valamennyi házi orvos csatlakozna az e-recept rendszerhez, és valamennyien adnának ilyet, ami egyébként már több mint két éve kötelezően elő van nekik írva. Hát ilyenkor várakozunk. De most gyors, most begyorsult, most éppen szerencsénk van. Szerencse kellett ahhoz 2017 végén, hogy az új országos informatikai rendszer elsőre jóvá hagyja a termék kiadását ebben a szekszárdi patikában. A számítógépes hálózatra a házi orvosok, a gyógyszertárak és a kórházak csatlakoztak. Már ha sikerült nekik, a rendszer ugyanis nem indult könnyen. Volt már egy receptünk, csak itt nincs receptnak. Hetek kellettek, mire az elektronikus rendszer működőképessé vált. Azóta nem lehetett róla hallani. Egészen január 1-ig. Most az okoz problémát, hogy a recepteket gyakran nem a beteg, hanem egy hozzátartozója akarja kiváltani. Most hiába próbálkozik ezzel bárki, egyszerű recepttel a kezében nem adható ki a gyógyszer. Ez azért van, mert a személyi igazolvánnyal beazonosított betegen kívül csak az úgynevezett felírási igazolás megléte esetén válthatja ki a vényköteles gyógyszereket bárki. Az új jogszabályváltozás, ami a saláta törvényekkel jött ki 2018. decemberében, az pont emiatt rendelkezett arról, hogy a felírási igazolások kiadása 2019-ben is kötelező lesz. Ez másképp lett volna, hogyha minden orvos csatlakozik. Vagyis a gyógyszerészkamara Tolna megyei elnöke szerint a gondot az okozza, hogy a házi orvosok közül néhányan nem csatlakoztak az e-recept rendszerhez az előírt határidőig. A megoldás mindenképpen az lenne, hogy a térhez csatlakozni, tehát eleget tenni a jogszabályi kötelezettségnek, másrészt meg nyomtatni a felírási igazolásokat, ami az idén kötelező, aztán meg 2019 után eldönti a beteg, hogy kéri a felírási igazolást, vagy pedig nem tart rá igényt. Vagyis idén még biztosan kell a kinyomtatott receptek mellé felírási igazolást is kapniuk a betegeknek. Ha ez nem történik meg, érdemes a házi orvostól a recept mellé ezt is kérni. Január első napjaiban mintegy 11%-kal lett olcsóbb a boltokban az UHT és az ESL tej, a tejtermék tanács felmérése szerint. A szervezet elnöke István Falvi Miklós azt mondta, az áfa csökkentésnek köszönhető alacsony árak csak néhány hónapig maradnak, miután a fuvarozók jelezték, kénytelenek lesznek árat emelni. Belátható időn belül körülbelül az első három hónapban az UHT és az ESL tej alacsony ára megmaradhat. Ezt követően viszont bizonyára egy nem csökkenő tendencia lesz érzékelhető, az év második felében emelkedésre lehet számítani. Egy statisztika szerint az Unióban 130 milliárd eurót költöttek alkoholra. A felmérések szerint a balti államokban megy el a legtöbb pénz italra. Magyarország ebben a rangsorban a hatodik helyen áll. A Balassa János Kórház adatai szerint közel 200 beteget ápolnak alkohol okozta májkárosodással. Miközben az Unióban a kiadások átlagosan 1,6%-át költik alkoholra, Magyarországon ez az arány 3%-os. Az alkoholbetegek száma is növekvőben van. A statisztikák azt mutatják, közel 1 millió ember él a függőségnek ezen a szintjén.
Vannak a nagyivók, akik abból meg 1,5 milliónak mondják azt a nagyivót, aki ugye még nincs meg az a szenvedély, hogy ugye nincs meg ez a lelki, fizikai függőség, hogy ugye nincs megvonás, ha nem iszik még meg egyéb, de a folyamatosan nagy mennyiségű alkoholt fogyaszt. Cseh Judit Földvas azt mondja, az alkoholizmus évek alatt alakul ki, és a májkárosodási szintre is csak hosszú évek után jut el az ember. Tapasztalatunk az, hogy évi olyan 200 beteget gondozunk mi ilyen jellegű problémákkal, itt az alkoholos májgyulladástól kezdődően az alkoholos zsírmáj és az alkoholos májsugor is ezen betegségek közé tartozik. Azt tudni kell, az alkoholos májsugor kialakulásához sok idő kell, gyakran tünetmentesen zajlik ennek a kialakulása, és amikor már sajnos tünetekkel jelentkeznek a betegek, az már sajnos egy előre haladott májbetegséget jelent. Az alkohol probléma kialakulása az utóbbi években egyre fiatalabb generációkat is érint. Szekszárdon a legfiatalabb ilyen betegségben elhújt ember még csak 27 éves volt. Cseh doktornő azt mondja, csak a teljes abstinencia jelenthet esélyt arra, hogy a máj regenerálódása megvalósulhasson. Fenyőgyűjtő járatokat indít az Aliszka Terra. Januárban 2 időpontban járják Szekszárdot és gyűjtik össze a feleslegessé vált karácsonyfákat. Szekszárdon egyébként becslések szerint 12 000 darab tűlevelű kerül ki az utcákra karácsonyt követően. Kidobott fenyőfák egymás hegyén hátán Szekszárdon. Január elején nem szokatlan látvány ez, különösen a vízkeresztet követően. Az emberek zöme ugyanis ilyenkor szabadul meg karácsonyfájától. A hulladékszállításáért felelős cég vezetője azt mondja, januárban 2 időpontban indítanak egy olyan járatot, ami járja majd a várost, és kifejezetten az örökzöldeket gyűjti majd össze. Január 14-én és 28-án ütemezés szerint szállítjuk a fenyőfákat, ez szintén része a zöld hulladék szállítási programnak. Ezen időn belül a Szekszárdon, a megyeszékhelyen az összes fenyőfát be fogjuk gyűjteni és elszállítjuk. A kis településeken természetesen más-más időpontokban, de ugyanígy végrehajtjuk a fenyőfák elszállítását. A szolgáltató cég azt kéri a lakosságtól, hogy a fákról szedjék le a díszeket, papírokat, és az ingatlanok elé helyezzék azokat ki, de úgy, hogy a jármű meg tudja azt közelíteni, és figyelni kell arra is, hogy az örökzöld ne akadályozza sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát. Azt kérik továbbá, hogy más zöld hulladékot semmilyen formába ne tegyenek ki, mert azokat nem áll módjukban elszállítani. A zöld hulladék gyűjtő járat ugyanis áprilisban indul, és változásokat terveznek azon a téren is. Szekszárdon egyébként becslések szerint 12 000 darab tűlevelű kerül az utcákra karácsony követően. A kiszolgált tűlevelőeket először aprítják, majd azt követően elégetik. Több 10 000 forintnyi kiadással járhat, ha valakinek elfogy a vízórája. Elsősorban a kis települések, az üdülő körzetek és a hétvégi házak vannak feszélyben. Egy esetleges fagyás eredményeként a napi fogyasztás többszöröse is elfolyhat. A 80 centi alatt elfogy a vízmérő igazából, tehát hogyha ha szabadon van. 2 esztendővel ezelőtt történt, hogy a hosszú hideg hatására sorra mondták fel a vízórák a szolgálatot. Takács Péter regionális vezető azt mesélte, a napi szokásos mennyiség többszöröse folyt el akkor. A mérőóra meghibásodása nem olcsó mulatság. Ha csak egy háztartási vízmérőnek, a fagyott vízmérőnek a cseréjét nézzük, az 13 100 forint plusz áfa. Tehát ez csak a vízmérőnek a cseréjét jelenti, a kiszállást, a mérő hitelesítését, viszont ugye a fogyasztót terheli ugye az elfolyt víz mennyisége is, ami jelentős, egy napi átlag fogyasztásnak többszöröse is lehet. A legnagyobb veszélyben az üdülők, tanyák, hétvégi házak vannak, itt fordul elő az esetek döntő többségében a vízórák elfagyása. A tapasztalat azt mutatja, mondja Takács Péter, hogy annak ellenére, hogy sok esetben jelentős költséget takaríthatnának meg a tulajdonosok, nem fordítanak kellő figyelmet a megelőzésre. Ha még eddig nem tették meg, akkor mindenképpen tegyék meg a vízmérőaknáknak a fagy elleni védelmét. Ezt meg tudják tenni akár hungarocellel, akár pokróccal, kartondobozzal, tehát viszonylag az otthon háztartásban megtalálható anyagokkal védelembe tudják helyezni a vízmérőjüket, és ugye a belső csőhálózatukat. Az időjárás előrejelzés szerint az elkövetkezendő napokban igazi téli idő várható.
Már minden aktuális bevallási információ elérhető a NAV honlapján, sőt, akik teljes egészében maguk készítik bevallásokat, már hozzáférhetnek a webes kitöltő programhoz. Az elkészített bevallások elektronikusan beküldhetőek az ügyfélkapun át. A NAV ebben az évben még több adózónak, a magánszemélyeken túl már az egyéni vállalkozóknak is készít adóbevallási tervezetet. A mezőgazdasági őstermelőkhöz és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyekhez hasonlóan. Az SZIA bevallási és befizetési határidő egységesen valamennyi adózóra vonatkozóan 2019. május 20-a. A szerb ortodoxok a juliánus naptár szerint számolják a napokat, így a karácsony náluk 13 nappal később, január 6-án kezdődik. A medinai szerb közösség karácsony másnapján ünnepi misével köszöntötte a karácsonyt. A hagyomány szerint náluk szalmát visznek a házba, jelezve Krisztus születését. Bár már a karácsonyfa díszeit is le kellett szedni, a harang ezúttal karácsonyi misére szólítja a híveket. Nem lesznek sokan, hiszen összesen 13 olyan család él Medinán, akik önmagukat szerbnek vallják. Az őslakos medinaiak a Szentlélek eljövetelének szentelt templomát 1856-ban készítették el, s a hívek adományaiból csak nem 30 éven át épült. Az adatok szerint legtöbben 500-an éltek szerbek a településen. Az egyházi ünnepeket a Julianus kalendárium szerint ünneplik 13 napos késéssel a Gregoriánusi naptárral szemben, így a pravoszláv vallásúak január 7-én ünneplik Jézus Krisztus születését, a karácsonyt. Lényegében ugyanahhoz az egyházhoz tartozunk, tehát a keresztény egyházhoz, és az 54-es szakadás után minimális különbségek lettek. Az ortodoxia az ugye konzerválódott és tartotta magát az eredeti gyökerekhez. A római katolikus vallás az valamelyest lazította a hívők fele. Mitó azt meséli, igazán nincs nagy különbség a hagyományos katolikus karácsony és a pravoszláv karácsony szokás rendszere között. Ami különleges, hogy szentestén a családfőbe hoz egy vastagabb farönköt, amit a tűzhelybe kerül, másnap reggelig parázslik, mely azt a fát szimbolizálja, melyet a pásztorok hoztak a hideg barlangba és meggyújtották, hogy melegítsenek, amikor Jézus született. Ezután a családfőbe hozza a szalmát, mely azt a szalmát jelképezi, melyen Jézus született a barlangban. A szalmába rejtik a gyerekek játékait is. A szerb házakban nem szokás karácsonyfát állítani. A szalmát karácsony harmadnapján reggel szedik össze, és viszik ki a szűrbe. Tolna megyében három nagyobb szerb közösség őrzi hagyományait, a medinai mellett Szekszárdon és Tolnán laknak jelentős számban szerb nemzetiségűek. Pótszilvesztert tartottak a Tolnai Nyugdíjas Szabadidőklub tagjai hétfő délután. A helyi lovardában a 72 fővel rendelkező közösség több mint 50 tagja köszöntötte együtt 2019-et. Ennek egyébként a Tolnai Nyugdíjas Szabadidőklubnál már hagyománya ma. Mivel közös szilvesztert nem szoktak rendezni, ezért év elején kerül megrendezésre az esztendőben az első közös zenés rendezvényük. Ez egy szabadidőklub, inkább a szabadidő hasznos eltöltése a célunk. Fürdésre, gyógyfürdőkbe, kirándulásokra járunk, és nagyon sokan ugye szeretnek még táncolni, akik még nem olyan idősek, de van köztünk 80 éves is, és az is végig táncolja még a délutánt. Tardos Kedd és Mádé falva is képviseltette magát Bonyhádon a hétvégén megtartott 22. losonci futballtornán, ami egyben a második összetartozás kupa is volt. Az összesen 10 csapat részvételével rendezett összetartozás és losonci kupát a Tardos Geddi Alakul csapat nyerte. A Nagymányok Esse csapata a Tardoskeddi Alakul játékosaival kiélezett küzdelmet folytatott szombat délelőtt, ezek még az elődöntő képsorai. Az emléktornát több mint két évtizede rendezik meg a völgységi városban Losonci István, egykori sikeres bonyhádi labdarúgó és edző emléke előtt tisztelegve. A tornát Harangozó Ferenc hozta létre 22 évvel ezelőtt, és azóta folyamatosan megrendezi, két év kivételével folyamatosan megrendezésre került. Ugye tavaly évben a sportcsarnok átalakítása miatt nem rendezték meg, és volt még egy év, amikor kimaradt, de azóta töretlen. Volt, amikor két napos volt, sőt volt olyan a kezdeti időszakban, amikor két hétvégén zajlottak a küzdelmek,
mindig sok embert vonzott, hiszen Bonyhádon köztudottan szeretik a teremlabdarúgást. Idén a kupán 10 amatőr futballcsapat vett részt, köztük két határon túli együttes. Szekszárdi, bátaszéki, környékbeli falvakból a szokásos csapatok jöttek el a mai tornára, és az idei az évben az első, amikor nemzetközire emeltük a tornát, hiszen két határon túli magyar település is képviselteti magát ma. Az erdélyi Madévfalva, illetve a felvidéki Tardoskendő városából érkeznek csapatok. A második összetartozás kupát és a 22. Losonczy István emlék kupát a Tardoskeddi Alakul csapata nyerte. A következő tornára a szervező Bonyhádi Sportcentrum kárpátaljai vajdasági, a horvát Baranyából és egy Csángó településről érkező sportolókat is vár. A régió híreivel folytatjuk műsorunkat. Somogyi megyenap, Siófokon ünnepelték a címer adományozás 521. évfordulóját. Megduplázzák a térfigyelőket Pécsen, nyáron kezdődhet a telepítés. Új edzésforma az úszóknak, erősítenek, de nem a medencében. Boros Péter egykori miniszterelnök vehette át Somogy megye legrangosabb kitüntetését, a Pro Komitátus Somogy és Somogy polgáraiért elismeréseket Vízkeresztkor az ünnepi megyenapon adták át. Az eseménynek ezúttal Siófok adott otthont. A hagyományokhoz híven a megyezászló bevonulásával és megjelent vendégek köszöntésével kezdődött az ünnepi megyenap Siófokon. Az ünnep díszvendége Szájer József, európai parlamenti képviselő hangsúlyozta, a tavalyi év tudatos politikájának is köszönhetően biztonságos, békés országban, megyében élhetnek a somogyiak. Ezt kell megőrizni a jövőben is, utalt a közelgő európai parlamenti választásokra a kormánypárti politikus. A vita alapja az a kérdés, hogy hogyan is látják a felek Európát, az Európai Uniót és annak a jövőjét. Ma még, legalábbis ezekből a vitákból kitűnően nagyon különbözően, mert sokan elfeledkeztek a közös alapokról. A magyar kormány és a magyar emberek álláspontja egyértelmű. Európának meg kell őriznie keresztény gyökereit, közös alkotmányos kultúráját, identitását olyannak, amilyennek ma ismerjük, és amilyennek ma szeretjük. Bíró Norbert, a Somogy megyei közgyűlés elnöke kiemelte, az építkezés tovább folytatódik a megyében. 2019 további építkezéseket, beruházásokat hoz Somogyba. Mai nap az összetartozás napja, Somogy megünnepli 521. évét annak, hogy a hősiességünk, elődeink hősiességért a királyunk címer használati és pecsét használati jogot adott a megyének. Somogy legrangosabb elismerését ezúttal Boros Péter egykori miniszterelnök vehette át. A Pro Komitátus Somogy kitüntető cím birtokosa megható, személyes hangvételű pohár köszöntőt mondott. Erre arra jártam, jó részt a világba, de az országba mindenképpen. De mindig volt egy hely, ahol a gyökereim visszahúztak, addig, amíg lehetett, de még manapság is. Ide jövök, itt nyugszanak elődeim. A vései születésű Bertók László Kossuth-díjas költő pedig Somogy polgáraiért díjat vehetett át. A város 65 pontján szerelnek fel térfigyelő kamerákat. Az erről szóló támogatási szerződéssel már rákerültek az aláírások a Belügyminisztérium és a Pécsi Önkormányzat részéről. A napokban ismét közelebb került a megvalósítás, elindították ugyanis a közbeszerzési eljárást. Csak nem 136 millió forint lehet a felső határ. Egy térfigyelő kamera a Pécs belvárosában. Összesen 65 ilyen készüléket helyeztek ki a város különböző pontjaira még az EKF évében, vagyis 2010-ben. Idén a duplájára nőhet a kamerák száma a Baranyai megyeszékhelyen. A Belügyminisztérium egy mintegy 135 millió forintos fejlesztési forrást adott támogatásként a városban, melynek segítségével további 64 kamera felszerelésére nyílik lehetőség az idei év második felében. Ennek a fele a keleti városrészben kerül.
kerül kihelyezésre, de jut Kertvárosba, Uránvárosba, valamint az egyetemisták által használt belvárosi útvonalakra is. Már csak a telepítő céget kell kiválasztani. Forrás rendelkezésre, hiszen a támogatási szerződést megkötöttük, a kamera telepítéssel érintett helyszínek kiválasztásra kerültek. Jelenleg az a kivitelezési közbeszerzési eljárás zajlik, amelynek keretében kiválasztjuk azt az ajánlattevőt, majd majdani vállalkozót, amely ezen kameráknak a telepítését végzi. Jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik, az ajánlattételi szakaszban van, amint ez lezárul, azt követően kerül sor a szerződéskötésre. Így várhatóan június után kezdődhetnek a tényleges telepítési munkák. Ennek során kiépítik azokat az átjátszó állomásokat is, amelyek a kamerák jeleit továbbítják a rendőrség Atinai úti központjába. Újfajta edzésmódszert vezetett be januártól a PSN ZRT úszószakosztálya. A Doboz Mozgás Központ és a Magyar Úszószövetség együttműködésének köszönhetően heti kétszer funkcionális edzéssel helyettesítik az úszást Pécsen. A túlzott nyújtások megfelelő erősítések nélkül ugyanis a gyerekeknél válfájdalmakat okozhatnak. A módszer előnye, hogy parasportolók is alkalmazhatják. A Magyar Úszószövetség jövő bajnokai programjának keretében országjáró előadássorozatot tartott a Pécsi Dobozmozgás Központ vezetője Reisz Dániel, és a szárazföldi edzések fontosságára hívta fel a figyelmet. A PSN ZRT úszószakosztálya nyitott az új edzésmódszer irányába, és januártól megszervezte sportolói számára, hogy heti két alkalommal a reggeli edzés helyett ezeken az órákon vehessenek részt. Idéntől hozzájutottunk ehhez a kertvárosi teremhez, ami olyan szempontból hasznos külön nekik lehet itt edzést. Nem kell vegyíteni a többi sportolóval, tehát specifikusan az úszók jöhetnek ide, illetve nagyon sokan itt laknak és ide járnak iskolába, ezért kényelmesebb neki. A funkcionális edzés a mindennapi élet során előforduló mozgások, guggolások, emelések, húzó és toló mozgások variációja. Előnye, hogy a parasportolók is tudják végezni. Az első edzésen részt vett Konkoly Zsófia és Iván Bence, akiknek egy ezüst és két bronzérem, egy negyedik és öt ötödik hely volt a mérlege a legutóbbi dublini paraúszó Európa-bajnokságon. Rettenetesen fontos az úszóknak a száraz edzés is, azokat az izmokat tudjuk fejleszteni, amit egyébként a vízben nem. Nagyon régóta tervben volt már ez az együttműködés, és hála Istennek a PSN-nek köszönhetően idén létre is jött. Az úszók problémája, hogy a szárazföldi edzéseket az egyesületek nagy része terem és felszerelés híján az úszodatérben kénytelenek megtartani. A megfelelő erősítés nélküli túlzott nyújtások pedig válfájdalmakat eredményezhetnek. Nagyon inaktív a hátizmuk, viszont a vállizom túl van terhelve, ezáltal próbáljuk a túlterhelésből adódó sérüléseket is megelőzni, illetve a törzsizom aktiválás az minden sportágban nagyon fontos. A Magyar Úszószövetség utánpótlás nevelő programja jövő bajnokai elnevezéssel 2013. novemberében indult el. A program 2017-es újragondolása óta a felméréseken és az eszközök biztosításán túl az úszóknak, szüleiknek és az edzőknek szerveznek előadásokat, valamint gyakorlati tanácsokkal látják el őket. Híradónk végén tekintsük át még egyszer a legfontosabb híreket röviden. E-recept fennakadásokkal működik csak a rendszer. Alkoholizmus 130 milliárd eurót költ alkoholra Európa évente. Fenyőgyűjtőjárat januárban két időpontban szedik össze a feleslegessé vált karácsonyfákat. Befagyó vízórák, sokat veszíthet, aki nem elővigyázatos. Szerdán erősen felhős, illetve borult lesz az ég. Helyenként rövid időre előbukkanhat a nap. Hószállingozás, gyenge hózápor is előfordulhat. Átmeneti havas eső sem kizárt. Mérsékelt nyugati a szél fúj majd. Éjszaka folytatódik a hóesés. 3-5 cm friss hó is leeshet. Már a köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!